Köztudott, hogy a szatmári zsidóság igen jelentős szerepet játszott a városnak az illetében, és hogy fogalmunk legyen, hogy létszámban vagy volumenben hol állhatott a szatmári zsidóság a városban. Hát tudjuk, hogy a gettó kialakításának az idején, 1944 áprilisában több mint 19 ezer ember volt ide bezsúfolva, nagy piac és környékéről, környező utcairól van szó, és tudjuk azt is, hogy ezek közül, az emberek közül 13 ezer volt szatmári. A két világháború közötti időszakban több mint 25 imaházuk volt a városban, de hát tulajdonképpen külön zsidó templomokról, imaházakról nem nagyon lehet beszélni, a zsidóságnak zsinagógái vannak. Szatmáron három ilyen jelentősebb zsinagóga létezett. Az egyik, amelyik ma is áll, az tulajdonképpen a Várdomb utcai zsinagóga, a nagy templom és a kápolna, valamint a hozzájuk tartozó épületekről van szó. A Várdomb utcai zsinagógának viszont volt egy elődje, amelyik 1856-ban már állt. Ez egy szerényebb méretű templom volt annak idején. A zsidóság másik ortodox irányzatú zsidóság másik nagyobb zsinagógája az a Bem utcán, most Hám János utcának nevezik, arról a Kiskeskeny utcácskáról van szó, amelyik tulajdonképpen a Petőfi utcát köti össze a nagy piaccal. Azt tudjuk erről a zsinagógáról, hogy nagyon rossz állapotban került, már évtizedek óta rendkívül rossz állapotban volt, és tulajdonképpen 8 éve ez egyszerűen összedőlt. Volt a szatmári zsidóságnak, a tanultabb rétegből verbúválódott ez az irányzat, egy úgynevezett státuszló irányzata is, az ő templomuk a mai rendőrségnek a helyén, vagyis a Kölcsey Ferenc főgimnázium mostani épületének a közvetlen közelében állott. Ezt a zsinagógát ezt lebontották, még a kommunizmus idején először söröző, aztán rendőrségi épületet építettek a helyére. Szeretném megjegyezni, hogy mint építészeti megvalósítás őrzik a hagyományos jelleget a zsidó templomok, a szatmári Várdomb utcai zsinagógát Bach Nándor tervezte, hasonlít a nagyváradi Zárda utcai zsinagógához, és azt is felfedezhetjük ezeken az épületeken általában, különösen a neológ irányzat épületein, hogy igyekeztek az európai építészethez igazodni, úgy formavilágban, mint motivumvilágban, emiatt a zsidó templomoknak a stílusa, a kinézete, a besorolhatósága, az mondjuk eklektikusnak mondható, tehát több stílus elemei felhasználásával épültek ezek a templomok. A kívülálló számára kicsit furcsának tűnhet a belső tere ezeknek a templomoknak, de hogyha átgondoljuk, nagyon hasonlítanak a mi római katolikus templomainkra. Ugye hát nálunk szentély van, náluk pedig a Tóra szekrény, ugye. Aztán nálunk a Székesegyházban kanonok és tallumok vannak, a zsidó templomban az elöljárók székeit különböztethetjük meg, a szószék nálunk van, náluk egy hasonló emelvényen álló pulpitust ima felolvasó pulpitusnak neveznek, és hát egy alapvető különbség az, hogy a nők azok a karzaton, míg a férfiak lenne a padokban vettek részt a különböző istentiszteleteken. A Várdomb utcai zsinagógának az udvarán, a nagy templom és a kápolna közti helyen egy holokauszt emlékművet lehet látni
Manapság márványtáblákat helyeztek el a nagy templom falába, és ide jegyzik be folyamatosan azoknak a neveit, akik különböző lágerekben, koncentrációs táborokban pusztultak el a második világháború idején. Személyiségei közül megemlíteném, az ortodox izraelita vonulatról van szó, Teitelbaum Joel főrabbit, aki tulajdonképpen nem vállalta a híveinek a sorsát, elmenekült, New Yorkban telepedett le, és tudjuk róla, hogy itt az ugyancsak ide menekült ortodox izraelita emberekből megalakította a Szatmári Ortodox Izraelita hitközséget.